Itt a Pécsi Citrom utcában rabolt ki és alázott meg egy hajléktalant két fiatal még idén januárban a vádirat szerint. Ügyükben szerdán kezdődött a bírósági tárgyalás. A 18 és 26 éves elkövetők a várfal tövében egy padon alvó férfit hajnalban látták meg. Úgy gondolták, hogy elveszik a pénzét, ezért felébresztették a vádirat szerint. De ez nem volt elég. Erről kérdezte a másodrendű vádlott védője az első rendőt a bírósági meghallgatásán. Az, hogy felszűntöttek, hogy adjon a pénzet, ez volt az oka annak, hogy elkezdték levetkőztetni? Maguk levetkőztették, vagy önként levetkőztetni? Hát, hogy nem levetkőztetni, nem levetkőztetni. Jó, kikutatták. A levetkőztetett férfit tovább alázták az utcán, táncoltatták, majd másra is kényszerítették. A földön kiszórt magukat madáreleséget találtak, amit meg akartak etettetni vele. Hányszor vettek így fel a programokat, és tették a számára? Utána a földről is kellett tenni magam? Mikor vettek abba ezt az egészet? Ezt mondta az elsőrendű vádlott a bíró kértésére. Közben a telefonjukkal filmezték a történteket. A hajléktalan férfi ruháját átkutatták, és abban 3000 forintot találtak, amit eltettek. A sértettet többször megütötték, megrúgták, így kényszerítve őt, hogy tegye meg, amit mondanak neki. A két vádlott cselekménye a bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személysérelmére elkövetett rablás büntettének és könnyű testi sértés büntettének a megállapítására alkalmas. A minősített rablás büntetési tétele 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés. Ezt mondta a vádemelés után az ügyészség szóvivője. A bántalmazott hajléktalan korábban egy munkabalesetben jobb kezének 4 ujját elveszítette. Ez a fogyatékossága csak korlátozott védekezést tesz lehetővé. A bírósági tárgyaláson a vádlottak elmondták, hogy a bántalmazás megalázás során észlelték a csonkolt kézfejet. Erre még egyikük gúnyos megjegyzést is tett, de ittasságukra hivatkozva már nem emlékeztek, hogy szó szerint mit. Az ügy tárgyalása decemberben folytatódik a Pécsi járás bíróságon.